Az angol névelők használatát gyakorolják a diákok. Ők még mostanában kezdték a nyelvtanulást, a nyelvvizsgához vezető út elején járnak. De mire a végére érnek, ők már ingyen tehetik le nyelvvizsgájukat. A magyar közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet szerint ugyanis 2018. január 1-től ingyenessé válik az első nyelvvizsga megszerzése. Az állam az adott évre érvényes minimálbér 25%-ának megfelelő összeghatárig téríti meg a nyelvvizsga díját a 35 életévüket be nem töltött fiataloknak. Ez az első sikeresen teljesített komplex középfokú nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára, valamint a komplex felsőfokú nyelvvizsgára vonatkozik. Ha a vizsgázó a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként, de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzi meg, akkor az időben második részvizsga díját térítik meg. Addig viszont érdemes arra odafigyelni, hogy megfelelő módszerekkel, megfelelő módon felkészüljenek a nyelvvizsgára, mert amennyiben nem sikerül, akkor azt nem térítik vissza. Úgyhogy csak a sikeres nyelvvizsga az, ami jogosult erre a visszatérítésre. Magyarország a nyelvtudás szempontjából sereghajtó az Európai Unióban. Egy felmérés szerint a 25 és 64 év közötti magyarok harmada beszél idegen nyelvet. Az uniós átlag ennek majdnem a kétszerese. Az ingyenes nyelvvizsga talán ezen segíthet, hiszen motivációt adhat a fiataloknak a tanuláshoz, de a hatékony felkészülés és a sikeres nyelvvizsga minden esetben a diáktól függ. Nyilván a szándék mögötte az volt, hogy a programnak a szándéka az volt, hogy a motivációt megadja még jobban a diákok számára. A hatékonyságát tekintve meglátjuk majd, mert volt már az országban azért egy diplomamentő program, és nem volt 100%-os a sikere, ezt tudjuk jól. Bízunk abban azonban, hogy ez az ingyenesség, ez sok új diákot elindít afelé, hogy tényleg beiratkozzon, és időben, és módszeresen elkezdje, és felkészüljön erre a nyelvvizsgára. A nyelvvizsga megszerzése a fiataloknak azért is különösen fontos, mert 2020-tól középfokú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi nélkül nem lehet bekerülni a felső oktatásba. A kormány a következő 3 évben évi mintegy 3 milliárd forintot különít el a fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának ingyenes tételére.